Sziasztok, itt van a Sárkány Éva. Képzeljétek el, már közel egy óra hosszája eltelt, hogy itt van Johnny Vispo, ugye, az állatvédő, ugye 160 kilométerről jött le ide Tiszaburára, hogy elvigye, ugye, a másik kutyát, ugye, aztán ugye, hogy meg tudja menteni, mert ugye, hogy meg van kötve, ki van kötve egy méteres kötélre, láncra, szegény és életveszélyes helyen van a kutya, ott vannak a faközt, ott nagy téglák közt, szegény, romos helyen ugye be van kötve. Ez az ember ugye arra használja fel ezeket a kutyákat, ami most már ugye az egyiket meg tudtunk szabadítani, mert akkorában egyik este átmentem, és ugye elengedtem, és ugye sajnos nagyon-nagyon csúnya volt a nyaka, több hónapon keresztül szerintem ki volt kötve, és ugye aztán ugye hívtam az állatvédőket, és elvitték, elszállították a kutyát, és ugye aztán ugye helyre jött, mert megműtötték, meg ugye most már rendben van, kezelés alatt van a kutya, ugye, de ami jó benne, állítólag azt mondta éppen az előbb a Johnny, hogy az én nevemet kapta, vicca, nem tudom, ahogy mondta, hogy a sárkány vicca, annak hívják a kutyát. Ezt mondtam, jaj, de jó, nem is tudtam, most örülök neki, és azt mondta, hogy nagyon rendes ember vagyok, és ugye látta is, hogy itt van a másik kutya, látta is, hogy tényleg szeretem a kutyákat, állatvédő, meg a cicákat is, azt is látta, hogy csak úgy jöttek hozzám, a sok cicák, vettem őket felfelé, csak nevette, derült rajtam. Na most ugye az van, valójában ugye még mindig itt van az autójával, itt áll kint a kapum előtt, és ugye az van, hogy ugye várjuk a rendőri intézkedést, ugye, mert nagyon agresszív ez az ember, akit a Jákob Balázs utca 3 szám alatt lakik, ez a János ugye agresszív, ugye tennap is kihívta rám a rendőröket, és rendőrség által ki kellett vinnem a kutyát, és ugye, és a rendőrök előtt kötötte meg a kutyát láncra. Én nem tudom, nem értem, hogy milyen intézkedés volt ez ugye a rendőrök felé is, de hát ők jobban tudják, akkor ám legyen. Úgyhogy várjunk a rendőröket, hogy minél hamarabb jöjjenek, mert agresszív ez a szomszédom, a Jákob Balázs utca 3 szám alatti lakos, ugye, és mondtam is, hogy a Johnnynak, hogy ne menjen, inkább hívjunk rendőrséget, nehogy baj legyen, nehogy neki támadjon, meg nekem is, ugye, mert tennap is, hogy veszekedés volt, kiabált, fenyegetett engemet, életveszélyesen megfenyegetett engemet, de most ugye azt mondta Johnny Vispo, hogy fel fogják jelenteni állatkínzásért, meg minden, úgyhogy ő ezt fogja intézni, ezt nem fogja annyiba hagyni, áll a jó Istennek, úgyhogy mit mondol a szádám? Jönnek már a rendőrök is, na az nagyon jó, akkor kimegyünk, jössz szádám. Ha már jönnek a rendőrök, akkor ugye ki is fogunk menni. Azok egyáltalán. Úgyhogy itt vannak is már a rendőrök. Itt vannak már a rendőrök. Megvárjunk őket, hogy mi van. Hát most nem élőben. Tónika, jönnek a rendőrök. Élőben? Nem. Persze. Nem a rendőrök. Azt hittem, hogy a rendőrök. Nem a rendőrök. Azt hittünk, hogy a rendőrök jöttek, de nem rendőrök, hanem a polgárőrök. Polgárőrök járkálnak el vissza, úgyhogy várjunk a rendőrséget. Úgyhogy itt van a kocsi, még most sem nem jöttek hozzá, úgyhogy 10 perc múlva nem jönnek, akkor én bemegyek a kutyáért. Bemész a kutyáért magad? Ha nem jönnek 10 perc múlva, akkor bemegyek. Hát reméljünk, hogy jönnek a rendőrök, úgyhogy na, így jár, így vagyunk, úgyhogy itt van az autó, itt van nálam az autó, ugye, az állatmentés autója, itt van nálam Johnny Vispo, úgyhogy hát várjunk. Nagyon türelmetlenek vagyunk, hát még ilyen rendőrintézkedést még én sem láttam, úgyhogy sziasztok!